Kikinda szülővárosomba vagyok mostan. A legszebb napjaimat töltöm itten, a szülővárosomban, és a kommentárom alapján bemutatni akarnám egy képbe is a városomnak a központját és a népeket, a járókelőket, akik itten élnek. Szép, gyönyörű kis városka. Nagyon elfoglalkoztat engem, mert személyesen, mert a legszebb városnak tekintem, mivel a szülővárosom. Zöld erdőben terem a mérges kígyó, egy szép kislányból lesz a legény csábító. Ja Istenem, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Ja Istenem, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Édesanyám, nem bírok el aludni, kislányt hallok a kapuba dalolni. Édesanyám, engedjen ki hozzája, fáj a szívem, majd meghasad utána. Édesanyám, eresszen ki hozzája, fáj a szívem, majd meghasad utána. Édesanyám, nem bírok el aludni, kislányt hallok a kapuba dalolni. Édesanyám, szabasz, kimegyek én hozzája, fáj a szívem, majd meghasad utána. Édesanyám, eresszen ki hozzája, fáj a szívem, majd meghalok utána. A legelső szavam, ami a témában volna, az édesapámnak a családját mutatnám be a fényképen keresztül az által. Tehát a munkám a kéziművészettel kapcsolatban a legfiatalabb éveimtől kezdtek, és folytatólagosan a mai naptól folyamatosan a jövő évekre tekintve. Eddigi pályafutásom alapján, amennyit haladtam előre, fejlődtem ugye a grafit munkáimmal és az olajammal. Az eddigi munkáim alapján tehát azt mondhatom, hogy ezt sikernek tekintem én a szempontomból, hogyha már jogosulok önálló tálatra kiállítása. Tehát én viszem tovább ezen a munkán a szüleimnek a tradícióját, tehát a szokását és a mindenek követében. A hullámok ritmusán, a napsugaras egeken, a hegyek völgyein szellő fújja távol, a hullámok ritmusán csak ringatva hajol. Édesapámmal beszélgetek, én mint a legfiatalabbik fia, és akkor így akarnám bemutatni a falusi mentalitásnak az első lépését, hogy ő amivel foglalkozott eddig is. Tehát ez a hangulat, amiben én is felnőttem ebbe a faluba, Tóba faluba. Édesapám a traktorista, aki ledolgozta az éveket abban a vállalatjában, ahol dolgozott, mint traktorista, mint munkás. Nagyon kifogástalan mesterként úgy dolgozott, úgy volt elismerve, és akkor most a nyugdíj éveit élvezítem falon a saját házában.
itt nem voltak házak, csak mikor az az uraság volt, valamikor régen, akkor ide építettek a munkásoknak háza. Azt akkor így lett Tóba, mint falu. Aztán ugye itten dolgoztak, főddel, mindennel, dohán termeltek, meg mindenfélét termeltek itten, azt akkor így ment aztán idáig. De most már megint nincs semmi se. Mostan nem nagyon termelnek, amit termelnek, és azt se nagyon akarik átvenni. Vagy átveszik, akkor nem fizetnek, nincs pénz, nem fizetnek. Tóba, a Szabó család. A férjem és én, négy fiam és egy lányom. A negyedik fiam tragikus halállal meghalt, nagyon nehéz. Hat unokánk van, kettő van, két unokánk Tóba, kettő Csernyén, kettő Kikindán. És a többi családok mind Kikindán, Csernyén, Szabadkán, az olifiunk ott dolgozik. Mink öregségünkre itt vagyunk Tóbá. Nyugdíjban van az uram, nagyon nehéz az élet, de talán könnyebb volna, ha élne a Sanyi fiunk. Nagyon nehéz átviselni. 49 éves volt, hogy meghalt. Guszti fiam itt van, velünk hároman vagyunk mostan, itt Tóbá. Dolgozgat a férjem, én már nem bírok dolgozni. Betegös vagyok. Én is szeretnék még dolgozni, de kertbe, itt az udvarban dolgozok, de tovább már nem. 71 éves vagyok, az uram meg 75. Lassan eltelik az ideje. Mit csináljunk? Csak egészséget adjon az Isten mindenkinek, az egész családnak, a világnak, békességet, egészséget kívánok mindenkinek. Hát mostan ezzel befejezzük. Nagyon örülök, hogy eljöttek Tóbára meglátogatni ezek a szép fiatal három férfi. Nem tudom a nevüket, de nagyon szépen köszönök minden. Most már köszönöm szépen. Isten velük. Jó egészséget. Hölgyeim és uraim, a bátyámmal, a Józseffal, a Szabó Józseffal beszélgetek, hogy a véleményét irántam és az a saját életéről mondjon egy pár szót, amit egész idáig eltöltött. Közre segített a képzőművészettel, a zenével és a egy szóval kaland élette, közre segített egyének mindöcsét. Én vagyok a Szabó József, Zolinak a bátyja. A Zolinak segítettem mindenben, zenélésben is, ugyanúgy a képzőművészetben is, festészetben is, mindenben. Én már régóta folytatta ezt a szakmát, úgy mondom már, és már mostan egészen belejött, úgyhogy most már más neki nincs hátra, csak hogy ezt folytassa. Hát én is segítek benne, miért lehet, ha valamit venni kell, valamit, akkor veszek neki. De hát minél többet dolgozik, annál jobban megy neki. Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak,
Nicio kisla a czernia i lajna. Telewono, telewono, caja i deszczu. Kol zapkandy ja czergy mojurowo. Telewono, telewono, caja i deszczu. Kol zapkandy ja czergy mojurowo. Telewono, telewono, sajo i deszczu, kol zapkęduje czurgy mojurowo. Sarnio, sarnio, sarnio o modernok, niciopki ślań o tubo i lajnok. Sarnio, sarnio, sarnio o modernok, niciopki ślań o tubo i lajnok. Telewono, telewono, sajo i deszczu, kol zapkęduje czurgy mojurowo. Telewono, telewono, sajo i deszczu, kol zapkęduje czurgy mojurowo. Kis olyan dékocskát majd el akarnám vinni, mert csinálom a dokumentumfilmet itt a Ocsivák. Most itt vagyok a központba, Tóba. Elhosszulak, akik még a munkát csinálják itt a Tóba. Tudjuk meg, hogy is mondja a többi falokat. Szia! Maris néni, ez üdvözletem, látod arra, hogy mindenkinek úgy, hogy szabadta arra a televízióba, itt vagyok, mert küldöm Budapestre a felvételt. Szia! De mire fő? Önálló kézművészeti kiállításomra. És megbeszéltem, szóval felhoztam témának azt a fényképet, amit a Citera zenekar annak idején készítettünk ott a Kikindán, Hajni Ágyikán. Nyisd ki babán, rácsos kis kapudat, ha beleljen karcsú derekadat, ha beleljen utoljára teszem gyárba borult az egész életem. Ha beleljen utoljára teszem gyárba borult az egész életem. Nyisd ki babán, rácsos kis kapudat, ha beleljen karcsú derekadat, ha beleljen utoljára teszem gyárba borult az egész életem. Ha beleljen utoljára teszem gyárba borult az egész életem. Megy a filmre kamerázva az ember, úgyhogy természetesen beszélni. Hanem hogy hívják, melyik sört szoktok inni, vagy kólát? Mikó vagy? Hallasz? Ha magasra mászunk, akkor csak kóla. Szia, neked is jó ember. Szóval, elég látom. Na most vannak ilyen ocsidátok, ilyen napok, amikor speciálisan meg kell csinálják egyet dolgokat, mert önálló kiállításomat. Sárgán virágzik a repce, rajta van a világ nyelve, száradjon el a repce vele, sáj, hogy ne legyen rajta a világ nyelve, száradjon el a repce vele, sáj, hogy ne legyen rajta a világ nyelve. Sárga, piska lapot veszek rajta, rozmaringot teszek. Sejlelem a csárdás feleségem, leveszem a büszke legénységem. Sejlelem a csárdás feleségem. Szia.
Andrić bácsi, jó napot üdvözlöm! A dokumentumfilmet készítem Tóbáról, egy pár szóra hajlandó volna? De mire? Mire? Ebben a filmetben. És akkor egy pár szóra. Jó napot kívánok! Az én üdvözletem Szántó Andrić bácsinak, iparos, önálló iparos Tóbán. Nem iparos. Földnéves, igen. Így van. És akkor szeretném a faluról egy pár szót, hogy mondaná olyan dióhéjban, hogy most a munkálatok hogy zajlanak, tehát befejeződésben van a kukoricabetakarítással, meg a bármelyik ipari növénynek, ez már a befejezése ennek a szezonnak, vagy még valami folyamatban a szántás, vagy a vetés, a gabonának az elvetése. Hogy kommentálok, mondja ebben párhuzamban valamit, mint szakember. Köszönöm a kérdést. Az idei év az nagyon aszályos volt, úgyhogy terményekig nem lehet éppen kérkedni. A munkálatokat, ami illeti, az meg a folyamatban van. Van még valamennyi répaszedés, ami nem volt főszögre. Kukoricák be vannak takarítva, a napraforgó kész. Folyamatban van még valami kevéske búzavetés, még valamennyi mészántát is ebben lezárjuk az idejét. Na most, ami az időjárási földételeket illeti, ebben kapcsolatban. Az időjárás az mindig kedvező is, nem parasztember az mindig bizakodó volt, ez idáig is, meg hiszem azt, hogy ezután. A bizalom az van, de hogy mit hoz a jövő, ez egy nagy titok. Hődeket elkészít úgy, ahogy elé van írva, amennyire csak tudjuk a legjobban, előkészíti mindent, azután majd rávárunk az időjárás. Az első éveimet, amit az általános iskolában kellett, hogy én az alaptudásokhoz elsőját írjam. Ez a tóbai első osztálytól a negyedikig általános iskola volt, ahol megindultam a szakmám fele, tehát elsajátítani, megtanulni az ABC-t, a számolást, stb. Mind a képzőművészetben a rajzolást, ami mind alapot adott arra, hogy fejlődjek utána, amit ahogy bírtam, úgy bírtam fejleszteni. De itt kezdtem el az alap elméletet megtanulni. Az általános iskolában az első osztálytól egész a 8-ig. Hölgyeim és uraim, én itten kezdtem ebbe a Petőfi Sándor Kultúr Egyesület tóbai, tehát egyesületben, ahol a kulturális dolgokat, a zenét megkezdtem gyakorolni és vendégszerepelni. Innen indultam el. Thank you.
mert ezt a dokumentumfilmet próbálom ezzel a képzőművészeti kiállításommal kapcsolatban. A temploma 1873-ban épült, és ott található a volt kis imaházaknak az oltárképe, Szent Gellért püspök vértanúról. Ez különben a Bánáti Egyházmegyének a védőszentje is. Igen. Hát a statisztikai fölmérések 620 számot alapítottak meg 2000-ben a lakosság száma, hívek, akik itt élnek. Igen. Hát lehet mondani, hogy elég buzgó nép, elég össze tud fogni. Ez nagyon szépen össze. Én is itt ugye. 4 évet töltöttem az idén, amióta itt vagyok. Igen. És hát az azt jelenti, hogy első áldozások is voltak. Igen. Bérmálás is. Köröztölések. Köröztölések is. Hát itt nem beszélünk nagy számokról. Igen. Volt egy népmisszió is. Itt a missziós fölöttön is lehet látni. Itt elég szembetűnő, hogy 1971 és 2001 munkra kerek 30 évre előtt, és most már az én időben valósult meg, úgyhogy szép az is mondjuk rá nép, hogy aktívan egy hétig lelki programokkal volt, és hát az élteti a mindennapokba is. Működik itt a ma is volt ilyen cenálkodom. Ez ilyen Mária mű, úgyhogy szombatonként összejönnek hívek, és részt vesznek a szentmisén. Meghallgatjuk azt a Mária üzenetet, amit Fatimába, Lourdesba mondott a szűzanya. Működik a Kamiliánus család, azok is havi összejövetel tartanak, azok a betegekért imádkoznak, az ő ügyüket ugye, hát szolgálják. Fölkeresik őket, látogatják, akarják, hogy szentségükhöz járuljanak. Igen. Úgyhogy én lehet ezt, mondani, hogy... Igen. Lehet mondani, hogy a lapra nagyja, mondjuk rá híveknek mindenki kiveszi a maga részét. Igen. A ítéletből. Hát Rózsafűzér társulat is 4 csoport, tehát működik aktívan. És látjuk, minden évben valamit azért tudunk elérni. 2000-re mondjuk rá egy nagyobb építési hát eredmény volt. Szentély újból föl sikerült, hogy úgy újjon. Hát a Szántó család, akit elég tehetős, az segített ebbe. De úgy mondjuk az idén is a padok átfestése, a parokja épület is fölújult kívülről, és a templomot is körül sikerült javítani. Hát a maga az év, hogy 1873. Igen, és az is mondja, és ez nagyon örülök én is neki abban a szempontból, hogy én mint a fiatalok köréből. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember and always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend. And I'm kissing a lip I am missing. I hope that my dream will come true.